A koronavírus járvány várható második hullámának megelőző intézkedéseként 400 szemét tesztelnek a napokban Pakson. A szűrésekre azért van szükség, mert a gyógyászati központ egyik munkatársáról kiderült, hogy szoros kapcsolatba került egy koronavírus fertőzöttel, mondta sajtótájékoztatóján az intézmény főigazgatója. Felmerült a kontaktkutatás során, hogy szoros kontakt, tehát ez azt jelenti, hogy igazoltan fertőzött beteggel érintkezett. Emiatt abban a pillanatban ki lett tiltva az intézményből, önkéntes karanténben lett otthon irányítva. Az ő tesztelése is megkezdődött, úgyhogy bízunk benne, hogy nem lesz pozitív az eredménye, de minden óvi intézkedést meg kell annak érdekében tennünk, hogy ezt lehető legkisebb számra tudjuk redukálni. Éppen ezért döntött úgy a paksi városvezetés, hogy a napokban az egészségügyi szféra dolgozóit, valamint az Életfa Idősek Otthona munkatársait és lakóit teszteli a Medicover. Ez utóbbi intézményben már csütörtökön elkezdődik a vizsgálat. Az egészségügyi ellátórendszerben folytatódik majd a szűrés, mondta Paks polgármestere. Szabó Péter hozzátette, pénteken a fürdőgyógyászati részleg dolgozóit tesztelik, szombaton pedig a házi és gyermekorvosoknál, valamint a fogorvosoknál végzik el a vizsgálatot. A koronavírus járvány második hulláma előtt továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kézmosásra, kézfertőtlenítésre és a szájmaszk viselésére.